Sziasztok! Karácsonyi bevásárlás lázban égünk, bizonyára ti is, vagy legalábbis sokan, és mindig elmegyünk egy-egy üzletbe, ahol úgy gondoljuk, hogy szép ajándékokat találhatunk. Így volt ez most is, amikor ellátogattunk a Karácsonyházba Gödöllőre, ahonnan is ezekkel a zsákmányokkal tértünk haza. Nézzétek, mi van itt. Régóta vártunk arra, hogy legyen ilyen kis karácsonyi falunk. Ez például egy kis fogadó, mellette egy kis pékség, aztán vannak itt gyerekek, akik díszítik a karácsonyfát, de itt egy másik is a hóemberrel, aztán vettünk ezt a kis mézi figurát, ami karácsonyfadísz, ezt a kis bögrentyűt, amiben forró csokoládé van, és két tányért. Olyan aranyosak, az egyiken ilyen rénszarvas van. Igen. A másikon pedig van Mikulás, így van. Ez kötelező. Minden évben veszünk egy-egy ilyen kis csészét meg tányért. Nem azért, mintha nem lenne meg az előző évi, de valahogy ettől is jobban hangulatba kerülünk. Hát most akkor nézzétek meg ezt a kis kirándulást a karácsonyházba. Körülbelül két hete döntöttük el a barátainkkal, hogy meglátogatjuk Gödöllőn a Karácsonyház nevű üzletet, ami üzlet, mert karácsonyi dekorációkat lehet ott kapni, de kiállításként is megállja a helyét, mert csoda dolgokat lehet látni, aki ellátogat oda. De ha adhatok egy tanácsot, ne vasárnap menjetek, ahogy mi, mert csak ott döbbentünk rá, hogy körülbelül 2 óra hosszát kell sorban állunk ahhoz, hogy bejussunk. 2 órája állunk sorban. Még egy óra itt bejön. És ő is. Jó, hát ahol ennyi ember van, ott nehéz jó képet csinálni, vagy még ez szerencsére ez videó. Ahogy beléptünk, azonnal magával ragadott minket a karácsony utánozhatatlan hangulata. Ezek a kis apró figurák, amiket itt látunk, a színek, a karácsony igazi színei, a piros, a fehér és a zöld. Hát ez a fa itt az előtérben azonnal elvarázsolt bennünket, de nem ez az egyetlen látnivaló, amiért érdemes ide ellátogatni. Pata, szalon és agancs polírozó, elképesztő, kreatív ez az egész. Csodálatos a díszítés. Ez a fa itt pedig a régmúlt karácsonyokat idézi, ezekkel a kis plüssmackó dekorációkkal, itt van egy nagy mackó is lent. Ez a tévé egyértelműen a régmúlt korokat idézi, itt van a fotel, a kandalló, és egy nagyon fontos dolog, a virgács lista. Ahogy elnézem, nem sok gyerek van rajta, szerencsére. Ez az egész dekoráció itt olyan, mintha egy kedves nagymama nappalia lenne, ahová várják a Mikulást természetesen süteménnyel. És ez itt az abszolút kedvenc karácsonyfám. Ezen a fán minden a konyháról, illetve a karácsonyi sütésről szól. Mindjárt megnézzük közelebbről, és látni fogjátok, hogy milyen speciális dekorációkat tartalmaz ez a fa. Babus, neked melyik tetszik a legjobban? Nekem ez. Ez nagyon szép. Ez nekem nagyon tetszik. Már itt azzal indít, hogy a télapó kezében tart néhány süteményt, és akkor még hol van a fa? Itt van egy mézes kalács házikó, ez itt egy ilyen málnás vagy epres süti, alatta egy forró csoki, ezek kávés pohár dekorációk, elképesztő makaronok és muffin, aztán jön a többi. Itt például egy konyhai mérleg és egy turmix gép, szintén forró csoki, ilyen filc anyagból, elképesztő ez az egész. Sajnos ezek az edények elég törékenyek, legalábbis mi minden évben erre fogjuk, hogy veszünk egy-két újabb tányért, csészét vagy poharat. Hát muszáj.
Ezen a karácsonyfán pedig egyenesen egy kis vasút fut körbe. Ez a dekoráció pedig egy téli mesevilágot idéz ezzel a hatalmas hóemberrel, egy csomó jégcsappal, szánhúzó kutyusokkal, fókával, egy téli manóval, és egy akkora díszkoszorúval, mint egy traktorkerék. A kiállítás rész pedig az erdőt idézi, például ott egy szarvas a háttérben. Nézzük meg jól a fát, majd mindjárt. Tele van olyan dolgokkal, dekorációkkal, amik igazából az erdőre jellemzőek, ott is egy szarvas a felső polcon. A fán található minden. Erdei gombák, madarak, madárházikó, és itt a fa mellett még egy ilyen kis vadászkuckó is. Itt jön a lányos rész, itt minden rózsaszín. Ezt nézzük, tehát hogy annyira gyönyörű. Nagyon szép. Nagyon. Ára is nagyon szép. Mennyi az ára? 2001. 2000. Mire használnád, szívem? Hát valami ilyen kis dolgokat tennénk bele, ilyen picikéket. Pedig egy igazi téli mesevilág kezdődik ezekkel a kis makettházikokkal. Itt van például mindjárt egy sípálya, itt fent egy sífelvonó, itt pedig korcsolyázó és hintázó gyerekek. Itt minden mozog ezen a pályán. Nézzétek, ott egy kis körhinta. Itt is egyszerűen csodálatos az egész, mintha élne. Love.
micsoda diótörők. Ezen a fán például, ha jobban megnézzük, található egy tálca pezsgős üveggel és pezsgős pohárral az új év tiszteletére. A mellette levő dekoráció pedig, ez a fény dekoráció, egy vízesésre emlékeztet. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.